Szulin mester megkért egy bevezetőre, hogy aki esetleg tanulhatna a történetemből, ha valakinek hasznára válik, akkor elmesélhetem az én zanzásított zentörténetemet, erre kaptam felhatalmazást. Remélem tudja, mit csinál, mert tudja, hogy gyermek, ilyen őszinte vagyok, úgyhogy akkor el is kezdeném. Szóval nekem ilyen 3 éve vagy 4 éve kezdődött ez a dolog el, és mint minden embernek, egyszer csak elkezdett égni a házam. Tehát tudni kell, hogy ki voltam. Tehát a megtestesült gyűlölet. Tehát ezt nem lehet szépíteni. Tehát a baj van a munkával, a szüleim nem járattak megfelelő iskolába, biztos azért ilyen a sorsom, keveset keresek, nem szép az autóm. Tehát ez a mindenkivel minden probléma van, csak velem nem. És jött egy tragédia, ami azt kell, hogy mondjam, hogy szépen kinullázott, és akkor érzésre, nem tudom, megtörtént-e valakivel, vagy nem, de az tisztán olyan érzés, mint amikor az ember így ül az űrnek a peremén, és akkor azt mondja, így lóg a lába a semmibe. Nekem az volt az a pillanat, amikor nem azt mondtam, hogy valamilyen szerhez kell fordulni, hanem azt mondtam, hogy na, az nem lehet, hogy ennek az életnek ennyi értelme legyen. Az teljesen kizárt. És akkor elkezdtem fordulni, ugye tudjuk, milyen évek voltak, mindenfajta megoldás az, hogy hogy tudnék ezen én változtatni. És akkor néztem ilyen videókat, hogy és akkor csak engedd el. És nem tudom, kinek jött be ez a hülyeség, még nekem még az életben nem jött ez be. Tehát hogy engedjem el? Tehát ahhoz tudni kell a módszert. Most úgy nem lehet megoldást hirdetni, hogy a praxis az nincs meg. Tehát ez olyan, mint a heggezd meg magad, és akkor a heggeztő tanfolyam, ez nem így működik. És akkor akadtam rá a Szulin videókra, Szulin mesterére is, és nagyon jó dolgokat láttam benne, és egyszer csak azt mondta, de úgy, mivel ugye én, és akkor még továbbra is ez az állapot volt, hogy aztán itt mindenki hibásám, csak én nem, én aztán teljesen tökéletes vagyok. És egyszer azt mondta egy videójában, hogy nem akkor kell zennek lenni. Én nem tudtam erről zenről semmit. Azt mondta, hogy nem akkor kell zennek lenni, mikor a kis padlástérbe a kis omos szőnyeg, meg a kis budaárvilágítás, és akkor én most ott zen vagyok, vagy éppen Vivek a Buddhi, vagy akármicsoda, hanem akkor, amikor krízis van, amikor probléma van. Szó szerint azt mondta a videóban, hogy gyere el, nem nekem, úgy mindenkinek, gyere el, és amikor szembe jön veled az úton, amikor nem szólal meg, de te ráugranál, és akkor zen maradsz, na akkor zen vagy. Úgyhogy engem ez vonzott be, tehát lehet, hogy másnak ilyen rémisztő, de engem ez. És akkor kezdődött azzal, hogy na jó, mivel drága a benzin, ugye anyagias lévén, ugye hát ez a utálunk mindenkit, mi vagyunk, milyen szegények, mondom, mindjárt befizettem 2 egynaposra. És hát mindjárt fantasztikus élményeim voltak, hát Szulin mester nem volt éppenséggel, mert ugye azt hiszem, hogy akkor Orosz Ádám volt az első napon, és Marti Barna volt a második napon. Hát mondom, és akkor gondolom több egy napot zenjön. Úgy én tényleg az élményeimet mesélem, tehát én így is érzem. És azt mondtam, hogy hát ez nem igaz. Befizetem, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor van nekem egy ilyen kis instant szunimpor, ha valami gond lesz itt, feltöltődök, hazaviszem, kis víz, cukor, megkeverem, és akkor otthon ki fog segíteni mindig a bajból. Tehát ez a, gondolom egyébként nagyon sokan így jönnek, mint én, hogy majd ő majd aztán most aztán megmondja, ő most aztán majd segít rajtam. És akkor így ül az ember, és akkor nem, hogy nem segít, vagy valami, így sincs. Hát mondom, vannak tanítók, végig ülöm a napot, tudni kellett azt, hogy későn érkeztem, próbálom amúgy rövidre fogni, tehát későn érkeztem, és hát nagyon megéri későn érkezni, hát ki, ha én nem, hát kinek milyen autója van nekem, ezért, majd csak lesz itten hely. És akkor itt nagyon jó időt zenek, mondták, hogy jó, akkor úgy arra, ott a saroknál, és mondom, hát itt lesz az ágy, vagy majd hoznak ágyat, vagy valami tábori ágy, matrac, izé. Mert bele volt írva a leírásba, hogy hálózsák, izé, de mondom, ki már az, aki nyáron hálózsákot hoz, minek? Hát még jó, hogy a jogamatrac a kocsiba volt a végén, és akkor mondtam, hogy vártam, hogy hozzák az ágyat, és nem. Most akkor mondták, hogy az az ágy, tehát nem rajta lesz, hanem az. Mondom, ez jó. Hát a Buddha kegyes volt hozzám egyébként, emlékszek rá, mert mindjárt meg is találtam az emberemet, mert ugye akkor mindjárt láttam az ember, hogy nem elég betéve tudni az énekes könyvet, hanem valahogy a viselkedésünkbe kéne ezt tovább vinni. Mert valami elképesztő, tehát itt nem fájt, meg itt. Tehát ezen a két helyen, és azon a padlón. Nem kritika, csak szörnyű volt, tehát borzasztó. De mondom, hát biztos, hogy volt az ember katona, hát ezen edződünk. És akkor
Mindjárt meg is kaptam utána azt, hogy egy kedves zentestvérünk, ugye valami hatos szoba volt, az így kinyitott az ajtót, valami -1 fok lehetett kint, mert neki melege van. Ó, mondom, már meg is van az emberem, de ugye a házszabály szerint nem bánthatom. Hát, mondom, már mindjárt meg is adta buta, hogy milyen jó zen lehessek. És ültem, üldögéltem, eltelt egyik nap, másik nap, harmadik, 2 napos volt, és a végén azt hiszem volt. Hát ilyen szerencsések voltam, hogy pont belefutottam Szunin mesterbe, akkor végül is itt volt, csak a folyosón, és ugye én még akkor mondtam a számomra vicces dolgokat a folyosón, úgyhogy az összes élményem az volt vele, az első élményem hirtelen, hogy így hirtelen rám nézett, így rám néztem, és azt mondta, hogy na ez a gondolkodásmód egy, mit is mondott, egy nyugati csökevény. Így ültem, hogy ez kemény hely. Jó. Volt darmat beszélt, pont Barnához fordultam egy kérdésemmel, de ilyen nagyon megmagyaráztam, ilyen nagyon körmön fontantál, és akkor így ült, ezt soha nem felejtem el, tehát ez így beleég az emberbe, és azt mondta Barna, hogy ragaszkodsz a szavakhoz. Az igen. Mondom, ebből aztán is semmit nem tudtam meg a problémára, és akkor már következő kérdés. Jó, második nap jött Orosz Ádám, azt hiszem, őt nagyon imádom egyébként, és kérdeztem tőle, hogy mondom, hogy ha az ember így elkezd zen lenni, vagy ezotériával foglalkozni, akkor most nem tudom, hogy kimondhatom, de olyan hülyének nézi a többség. Tehát úgy jár, megy az utcán, és ugye látszik a szemén, hogy már ő nem ez az íző, hogy mindjárt megöllek, hanem ez a először beszélgetünk, aztán lesz valami. És ugye ezt kihasználják. És akkor megkérdeztem Ádámot, Orosz Ádámot, hogy mondom, mi a helyzet, hogy ha a fának az a része, ami a talajból fölveszi a táplálékot, az beáll elém a postán. Tehát, mert hogy ugye látja rajtam, hogy én olyan nyugis vagyok. Amúgy meg nem vagyok nyugis, tehát az még nem a nyugis állapotom volt. És akkor azt mondta Orosz Ádám, hogy azt úgy kell csinálni, hogy nem viszünk bele érzelmet. Tehát próbálj meg úgy csinálni, hogy akár még nézhetek is úgy, de bent már ne legyenek az, hogy kidagadnak az erek a fejembe, és akkor én mindent beleadok, mert az úgy nem lesz jó. Na és akkor így letelt a darma, letelt a 2 nap, hazamentem, 3 leborulás az ágyam előtt egyből, tehát hogy én eddig nem értékeltem, hogy nekem van ágyam. Ezt nagyon, nagyon sokan azt hiszik, hogy itt koan meg ilyenek, de nézd meg, hogy van egy fűtött szoba egy ágyal, és mekkora problémáink vannak. Tehát hogy hova hazamenni, lefeküdni már a szerencsésebbeknek. És megkérdezték otthon, hogy milyen volt, fú, mondom, sima a pokolföldi reinkarnáció egy az egybe. Mondom, ez valami olyan elképesztő, hogy borzasztó. Hétfőn lett, beültem a kocsiba, és valami nagyon furcsa történt. Tehát itt tényleg még hétfőn is mindenem fáj, tehát azt hittem állva fogok vezetni. Mondom, ez kész. Tehát ez aztán, és akkor elkezdtem magamat tegezni, hogy István, most biztosan gond van veled, mert te még ezért pénzt is fizettél. Tehát, mondom, ez már a vég. És így autózgattam, és arra lettem figyelmes, hogy elkezd zavarni a rádió. Mondtak be ilyen híreket, hogy akkor még nem volt háború, akkor más volt. És valami zavart, és így fogtam, és lekapcsoltam. És mondom, valami nem stimmel, úgy jó volt csöndbe lenni. Tehát hiába volt, tehát az a 2 nap, amikor itt voltam, azzal a mentalitással, hogy én milyen nagyszerű vagyok, és majd nekem a Szunin mester ad magából egy tortaszeletet a Szunin tortából, és én azt jól bekajálom, és fú, és akkor én már világítani fogok a sötétbe. De ez nem jött össze. És akkor kezdtem el gondolkodni rajta, és akkor történt valami, hogy aztán ez a hely szelleme, vagy véletlenek nincsenek. És akkor az ember elkezdett gondolkodni, hogy jó, rossz volt, ülni kellett sokat, nem volt normális a szállás, de mit is mondtak? És akkor mondom, mit mondott Marti Barna, hogy kicsit sokat beszélek, és akkor jellemző volt rám ezek a számomra vicces dolgok, más ezen megsértődött persze, akinek éppen mondtam, és mondom, lehet, hogy nem volt lényeges a kérdésem, lehet, hogy a Barna mégis telibe talált ezt az egészet. És mondom, lehet, hogy az Ádám az tényleg jó tanácsot adott? Tehát felhívnám a figyelmet azokkal a YouTube-os videókkal szemben, ez a engedd el, hogy de ő adott rá egy praxist, hogy figyelj, csináld úgy, hogy. Ezért szerintem a YouTube-os videók és a könyvek nem elegek, mert kell egy mester, kell egy valaki, aki már jobban átlátja ezeket a dolgokat, már hallotta ezeket a kérdéseket. És
Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy az volt. És akkor egyébként még a szurimmesterrel volt egy történet, hogy ott a parkolóba, bár ugye nem volt hivatalos, volt egy parkolói dharmabeszéd, azt nem felejtem el, engem végül is azt tartott már itt egy nem tudom hány éve, amikor csak így megkérdeztük futólag a kavicsosba, hogy egyszerűen valahonnan följött belőlem ez a kérdés, hogy honnan, nem tudom. És megkérdeztem, hogy de miért szenvedek? Tehát konkrétan én, mi a szenvedés? És így rám nézett, szerintem sok mindent lát, csak nem mondja, és azt mondja, hogy azért az a különbség a szenvedésed, ami vagy, és aminek mutatod magad. És akkor az én így, azon úgy elgondolkodtam, hogy mit is mondod, hogy én attól szenvedek? És tényleg volt kifelé egy ilyen fú, és ki, ha én nem, és valami, és egyébként meg úgy éreztem belül, hogy nem, csak hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha nem ezt mutatjuk a világnak, akkor rögtön megtámadnak. Tehát nekünk valami erőt, valami nem tudom mit kell mutatni. És utána visszajöttem még egy háromnapos táborra, és akkor a család is csodálkozott, de hát olyan rossz volt, akkor minek még? Mert így valami visszahozott. Én nem tudom. Tehát tényleg, és akkor már jobban átláttam, hogy itt mennyi mindenki dolgozik, mennyi mindenkiért. Tehát milyen sok ember munkája kell ahhoz, hogy ez a hely működjön. Elkezdtem felfigyelni rá, hogy honnan jön a víz, hova megy le a víz. Tehát ezek kik dolgoznak itt, hogy mi itt beülünk, és akkor amúgy van étel, van valami, de azt valakinek el kellett volna ültetni. És még mondtam egy nagyon okosat, amikor volt a hogy azért már mégiscsak én is mondjak valami okosatot, valami kérdést, és mondta, hogy na, ki mit szeretne, nem tudom, ki volt a zárónál, és mondtam, hogy fú, hát én ezt a szellemiséget hazavinni és otthon terjeszteni. Szuper. És én, tudjátok, mit akartam hazavinni? Az épületet, hogy csinálunk ilyen házat, ott, ahol én élek, ott vannak erdők, oda bejönnek emberek, és Buddha segített abban, hogy ne sikerüljön, mert ez a tartalom nélküli forma lett volna. Tehát ott lehet meghirdetni teret, lehet meghirdetni jóga gyakorlatokat, vagy elvonulást, csak hogy nem lett volna az a szellemiség, aki megmondja, hogy hogy legyen. Ez volt az egyik oka. Kettő, hogy nagyon megtanultam, hogy az emberek nem szeretnek dolgozni. Tehát ember nem lett volna. Már ott szerveztük, hogy jó, de akkor kerítés kéne, de akkor ház kéne. Ó, majd mindenben ott vagyunk, csinálunk alapítványt. Hát nem lett alapítvány. Nem jöttek kerítést festeni, nem lett semmi, és akkor rájöttem, hogy ezzel nagyon egyedül maradnék. Úgyhogy akkor átkattant bennem valami, hogy én 2 éve járok ide körülbelül. 2 éve járok ide először. Ez egy ilyen jó kuang. Mert akkor azt mondtam, hogy na állj, akkor én nem csinálok egy ilyen helyet, hanem ide beleteszem azt a munkát, amit csak a legtöbbet telhető tőlem. És akkor jövök az elvonulásra az elsőre, ez tegnap volt, amikor az én szakmai részem, amivel segíthetek másoknak, mert eddig az anyagi, a pénz, az autó, kinek van magasabb autója, kinek alacsonyabb, ez nem ment, ez bedől, ez nem tart meg, ez krízisekben nem tart meg. Akkor nézzük azt, hogy mi az, amikor a közösségé, hogy hát ha én magam arra rájöttem, hogy nem tudom átadni azokat a válaszokat, amik ők adnak, de ahhoz, hogy égjen a villany és folyjon a víz, és lehessen jelentkezni a Google űrlapon, ahhoz valakinek muszáj lesz dolgozni, és azoknak az embereknek, akik itt vannak. Úgyhogy én teljesen kivártam 2 évet, és azt mondtam, hogy na majd, amikor itt rendben lesz az a rész, amit én, akkor majd eljövök, és akkor majd kattogunk ezeken a dolgokon, hogy... És addig nem voltam, hogy ma voltam az első QAnon. Tehát viszont nagyon megtanultam, maga a hely szellemisége nagyon sokat vitt. Amikor az elejtett mondatok, amikor ez a túl maximalista akarsz lenni, hogy inkább bele se fogok, mert úgyse lesz jó, meg ilyenek. És akkor itt azt mondta, mert hogy just do it. És akkor így vagy valahogy, És ha megfelelő mennyiségű ideig just do it olsz, akkor rájössz, hogy elkezdesz értéket teremteni a munkáddal. Lehet, hogy nem lesz tökéletes, lehet, hogy kicsit csöpög majd a cső. De valaki csinált valamit. És akkor jöttem rá, hogy az én egész életemből ez hiányzik, hogy hozzunk már létre valamit. Úgy várunk, hogy egy közösséghez csatlakozhassunk, hogy bemehessünk, elvonulhassunk, és akkor mit teszünk érte? Ja, amúgy semmit. Tehát ha valamit csinálni kéne érte, tehát kifigyeltem egy másik helyen, hogy ha valamilyen helyet azt akarnám, hogy kerüljék el, akkor kiteszek egy adományos ládát. Tehát ez ilyen az ember. Tehát ezek ilyen megfigyelő természet vagyok, tehát ez ilyen. Tehát már befizettem az önpénzem, hogy adnék én már még hozzá valamit is. Tehát elkezdünk vágyni egy olyanra, amilyenek egyébként nem vagyunk. És azt szerettem volna mindenkinek most átadni, illetve nem szerettem volna, nem szóval most mondta, hogy adjam át, hogy... Mert 2 dolgot kértem annó Buddhától, köszönöm szépen, az egyik az, hogy ne kelljen itt nagyon túl sokat dolgoznom, amikor megláttam, hogy mi hogyan néz ki.
szintén nem kritika. És a másik pedig az, hogy soha ne kelljen itt ülnem, úgyhogy köszönöm, mind a kettő teljesült. Tehát a nagyobb összegű átutalást azt már lehet hanyagolni. Úgyhogy azt szeretném mondani mindenkinek, hogy én úgy látom, hogy nagyon sokan megtévedünk, mint hogy én is megtévedtem, hogy el akartam vinni a házat, hogy ez a ház, ez az a szellemiség, hogy itt vagyunk, meg itt ülünk. És közben azt nem vesszük észre, hogy de amúgy egyébként egymásnak. Mikor átengedjük az ajtón, mikor adunk neki ételt. És tehát, hogyha ezt vinnénk haza, és ezeket az egymondatos kuhanokból azt a részt, ez a milyenség ilyensége, és ez a csak ilyen, akkor nem az lenne, hogy jó, beülünk a végén a kocsiba, elkanyarodunk kizé, és akkor már mondjuk letoljuk itt a balsávosba, mert már be akar elém jönni. Tehát, de nem. Tehát nagyon elfelejtjük azt, hogy igen, és akkor megint összegyűjtünk a következőre, és akkor megint beülünk, azt majd megint az anyád. És azt kéne hazavinni, én arra jöttem rá, én nem tudom más, hogy van veled, de én arra jöttem rá, hogy azt kellene hazavinni, hogy figyelj, és ez nagyon mindenbe segíten, és nekem elképesztő módon segített, hogy az, aki éppen betolakszik eléd, az a pénztáros, aki kidobálja a krumplidat, mert moratórium van, vagy nem tudom, éppen ilyen, vagy a gyereked, amikor fejedről olvassa a nagyapád bűneit, ha valakivel esetleg történt ilyen science fiction, hogy akkor ne az legyen, hogy úgy reagáljunk rá, hogy na most akkor aztán mindent bele, és akkor nagy zentanítás módon üssük szét, hanem az lenne, hogy figyelj, engedd el, mert ő éppen ilyen, és te minél többet őrzöd a memóriádba ezt az esetet, ez a probléma egyedül csak a számodra létezik. A pénztárosnak ez nem létezik. Aki bevágott elé, hallgat valami zenét, neki se létezik. Te kapjál agyvérzést. Az az üzenet, hogy éppen ilyen. És azt szeretném, hogyha tőlem elfogadjátok, hogyha ezt viszi haza az ember, akkor egy ilyen egyszerű mondattal is nagyon sokat lehet haladni, nem csak a kuhan kérdésekkel. És kívánom, hogy mindenki találja meg ezt az egy mondatát, ami otthon is segít neki a mindennapokban. Mert nem itt vagyunk zen otthon, meg más, meg a munkahelyen más, akkor legyünk mindenhol zen. Úgyhogy én ennyit szerettem volna bevezetőnek.